Ilyen lőszereket gyártanak a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum most átadott lőszergyárában. A düsseldorfi központú Rheinmetall technológiai cég július 29-ével hivatalosan is elkezdte a hipermodern 30 mm-es lőszergyár átvételét Várpalotán. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter is, aki kiemelte a Rheinmetall-al való kooperáció stratégiai fontosságát és hangsúlyozta a közös törekvés jelentőségét. Nagyon köszönjük a Rheinmetallnak ezt az együttműködést és ezt a szövetséget. Úgy nevezzük, hogy stratégiai partnerség, de nyugodtan és bátran merem mondani, hogy ez mind a stratégiainál, mind a partnerségnél többet jelent. Ez egy komoly szövetség. Olyan korrekt, figyelmes és mindkét oldalon nagy mértékben elkötelezett kapcsolat, amely egész magyar ipar, és talán remélem, hogy a Rheinmetall oldalán is viszonylag kevés van, és ezt az elkötelezettséget, ezt sok milliárd euróban mérhetjük mindkét oldalon. A Várpalotai üzemegységben olyan lőszer készül, amely a Magyar Honvédség részére Zalaegerszegen gyártott KF-41 Lynx páncélozott harcjárműhöz kell. Az üzem októbertől kezdi meg a termelést, tudatta Várpalota polgármestere. A hazánk védelme nem lehetséges hadipar nélkül, aminek egyik legfontosabb pillérét a Várpalotai Védelmipari Komplexum fogja jelenteni. A rendszerváltást követő 30 éves Csipke Rózsika álom után Várpalota gazdaságát fel kellett ébreszteni, és ennek az ébredésnek vagyunk ma a részesei. Ehhez kívánjuk alakítani a szakképzés profilját, megjelenteni az egyetemi képzést a városban, olyan infrastruktúrális fejlesztéseket megvalósítani, amelyek mind a gazdasági szereplők, mind a lakosság érdekét szolgálják. A Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum több mint 200 a legújabb technológiával felszerelt munkahelyet teremt majd ebben a régióban, és ezáltal jelentősen hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez. A Lynx páncélozott jármű, valamint a további Lynx variációk nagyban hozzájárulnak a magyar honvédelmi ipar fejlődéséhez. Elhangzott, ennek érdekében a Rheinmetall a továbbiakban folytatja a szoros kapcsolaton és a technológiai innováción alapuló együttműködést a globális biztonság érdekében.